mindenki itt van, aki igazából nekünk számunkra fontos. Szeretek a Dentálvödre járni, mert az ember találkozik itt az ismerőseivel. Nem csak a kötött program az érdekes, hanem az, hogy ismerünk mindenkit, mindenki barát, mindenki itt van, aki igazából nekünk számunkra fontos. Munka is, kikapcsolódás is, beszélgetés is, tudomány is, tanulás is, szórakozás is, valahogy úgy minden itt van egy helyen. Tehát végül is egy jó hely. Nagyon érdekes volt hallgatni a nagy előadókat. Tehát az, hogy itt volt a Máló Klinikának egy előadása, ez nagyon jó volt, és igazából sok érdekeset hallottam. Nem biztos, hogy mindennel egyet kell értenem, de érdekes dolgokat tanultam. Aztán itt volt minden kiállító, aki nekem fontos és számít, sőt, megismertem olyan embereket is, akikkel érdemes megismerkedni. Itt vagyunk például az Ortoszerata standján, őket ismerem egy fél éve körülbelül, de most már azt mondom, hogy nagyon jó baráti viszonyba kerültünk, hiszen együtt dolgozunk, együtt fejlesztjük talán a termékeket. Felkértek, hogy én is próbáljam meg kifaragni anatomikus formára az ő csontblokkjukat, olyan módon, hogy készül egy CT-felvétel a betegről. A CT-felvétel alapján az orvos igénye szerint mi megtervezzük, hogy milyen csont hiányzik az implantálandó területből. Ezt mi CAD/CAM technológiával kifaragjuk az emberi csontból. Ez természetesen úgy működik, hogy a donortól kivett csont végigmegy egy tisztítási folyamaton, sterilizálási folyamaton. Itt megszakad a folyamat, elkerül hozzánk, mi kifaragjuk azt, hogy olyan formában pontosan odapasszoljon, ahol ennek lennie kell. Utána visszakerül egy újabb tisztítási folyamatba, sterilizálásba, csomagolásba, és úgy kerül az orvoshoz. Szerintem ma a csontpótlásban ez a jövő, ez a legjárhatóbb út. Egy kicsit még drága, ha az ember azt gondolja, hogy ez most mennyibe kerül, az ember szívja a fogát, de ha belegondolok abban, hogy mennyi időt, energiát spórolok bele, mekkora biztonsággal tudok dolgozni, és hogy mennyire egyszerűvé válik így a műtét, ezt összevéve szerintem mindenféleképpen ez a jövő, és ezzel kell dolgozni. Betegnek egy műtéti terület, nem kortikálist teszek be, amiben nagyon nehezen nőnek be az erekidegek, hanem spongiózát, ami szinte magába szívja az új csont felépítő sejteket. Az albumin bevonatot pedig kifejezetten jónak és hasznosnak tartom, nem csak mert a tudományos eredmények bizonyítják, hanem egyszerűen az érzés maga az, hogy többet adok a betegemnek, mint amit a xenograftokkal. Szerintem jövőre is eljövök, mert szerintem itt lesztek ti is.